elkezdjük a mai előadást, itt fogok sétálgatni erre-arra, hogy mindenhonnan tudjanak látni, amit közbe vetítünk. Mi dolgom ebben a világban, erről fogunk beszélni. Hát nagyon sok ember előbb-utóbb találkozik ezzel a kérdéssel, miért születtem. Nekem gyerekkoromban már ez felmerült, ez a kérdés, mert én látom anyukámat, aki apukámat is, akik dolgoztak. Anyukám ment munkahelyre, utána ott dolgozott egész nap, aztán jött haza, konyhába dolgozott másik nap, és apukám is dolgozott. Többé-kevésbé valami siker volt, valami volt családban. Volt hol lakni, volt autó, de aztán látom, hogy mennek az évek, öregszenek, lehet, hogy volt gyerekei, de aztán látom, hogy minden egyhez vezet, mert a vége mindenkinek megjósolható. Meg tudok jósolni mindenkinek a végét, főleg a testnek, ez a halál. És akkor volt kérdésem, hogy akkor miért születtünk? Azért születtünk, hogy így menjünk, dolgozunk, a sémát kövessünk, amit ránk van, hát erőltetve, vagy nem tudom, hogy mondjunk, iskola, meg a társadalom. Csak mennyi dolgozál, vásároljál, legyen házad, családod, küzdi, bevásárlás, karácsonyi vásárroham legyen, és sikeresen hajj meg a végén. Annak mi az értelme? Ma erre próbáljunk együtt veletek keresni választ, megpróbáljunk egy kicsit megnézni tényeket, pár törvényt, hogy hogyan működik az élet, és egy pár a végén hasznos kis tanácsokat is tudok adni. Hát nem az én tanácsaimat, hanem a védikus tanácsok, amit javasolnak nekünk. Erről lesz majd a végén szó. Jó, és akkor megyünk tovább. Elsősorban vannak ezek a fontos kérdések, ami ember előbb-utóbb kérdezi. Mi ez a sors, vagy mi a sorsom, mit jelent ez, van-e sors, vagy nincsen sors, vagy nagyon sokat lehet hallani sok embertől, mi a küldetése, vagy mit jelent, hogy küldetés. És akkor ember próbál néha kitalálni, na akkor ez a szín küldetése. Nagyon sok emberrel találkozok, és ők mondják, ez a küldetésem. Vagy ez a sorsom, vagy mik ezek. Erről még fogunk majd úgyis így is beszélni, hogy mi a küldetése, mi a sorsom. De akkor lehet egy harmadik dolog, ezek között melyik tartozik az élet értelme kategóriába. A sors, leélni a sorsom, ez az életértelme, vagy valamilyen küldetést próbálni végezni, ápoló lenni, vagy nem tudom, kutyamenhelyben lenni, ez a küldetésem, akkor ez az életértelme. Sajnos többségben ezek a kérdések maradnak nyitottak. Miért? Mert nem tanítják sehol. Iskolába, ki járt már iskolába idáig sikerült? Egy páran már voltak, nagyon jó. Kinek tanították mi a sorsot, mi az élet értelmet? Nem, egyet tanították, hogyha nem tanulsz rendesen, akkor kukás leszel, utcaseprő. Legalább Szovjetunióban nekünk így tanították. Nem akarsz lenni utcaseprő, akkor tanuld meg a geometriát, meg az algebrát, meg színusz, koszínusz, tangens, katangens, garantált nem lesz a kukás. Professzor se, az is garantált, az se lesz ettől még. Szóval ezt nem tanítják, és így sétálunk. Egy nagyon jó, mert akkor a napi sétámat is megteszem ma. Ma nem sikerült sokat mennem. Akkor így éli az ember az életét. 20 éves, 30 éves, 40, 50, és nem tudja, akkor most üresség van. A végén mindig van üresség.
Én szerencsés voltam nekem, mert az elején volt üresség. Már átgondoltam, hogy a végén mi lesz, akkor már gondoltam, fú, ez nagyon, nagyon nagy probléma. Jó. Erről lesz ma szó, és megyünk tovább. Nézzünk meg először egy pár dolgot, hogy az életünk minket mindig próbál üzenni, mindjárt ezt kiderítjünk, egy érdekes dolog, üzenetet kapunk az élettől, hogy ezeket a kérdéseket tegyünk fel. Na nézzük meg, hogyan történik. Na most nagyon messziről kezdjünk közelíteni. Kezdjünk egy törvényel, ami világban, védikus világban, vagy hát az egész világ védikus amúgy, arról szól, hogy van úgynevezett ciklikus törvény. A ciklikus törvény ez az időnek a természetéről szól. Iskolában megint, amikor tanultunk, mi az idő természete, akkor ott tanították, hogy az idő lineáris. Ki emlékszik iskolában? Ki tud mondani, melyik tantárgyban tanították minket időt? Fizika. Nem, fizika. Nem, tudjátok, nem metafizika, nem fizika. Azért nem emlékeztek, mert ez 5 perces alatt volt megtárgyalva az idő természet, ezért nem tudjuk. Én emlékszem nagyon jól, de csak ezt az egyet emlékszem ebből a tantárgyból, ez a történelem. Ott mondták, hogy van az idő, volt a múlt, a jelen, a jövő, és akkor amikor kezdtek mondani a teremtésről Darwin féle lehetőségeket, evolúciórendszert, akkor ott egy kicsit mondták, hogy az idő az lineáris. Ez azt jelenti, hogy van eleje és van vége. A védikus rendszer pedig azt állítja, hogy az idő nem lineáris, hanem ciklikus. Természetesen a tudósoknak van egy féle igazság ebben, hogy lineáris az idő, mert hogyha őket megnézünk, szempontjukat, akkor ők mondjuk egy testet mérnek, hogy testnek van eleje, és van vége. Ebből szempontból a test, ami nálunk, ami melyikkel rendelkezünk, az lineáris idő szerint működik. Igaz, de nem is. Na most nézzük meg, hogy hol a hiba. Először ezt a törvényt, ez nekünk nagyon fontos most kifejteni, mert akkor utána könnyebb lesz egy kicsit tovább menni. A fő hiba abban van, hogy amikor tudósok fogják egy egésznek egy részét, és tanulmányoznak, és mikor vizsgálták ezt a kis valami részt, utána azt állítják, hogy az egész teljes ugyanilyen. Egy példát mondom, itt mindenki budapesti nagyjából. Budapesten ott a nyugati nál milyen köröt van? Mi a neve körötnek? A nyugati előtt megy. Terész köröt. Így van. És hogyha mi valakit megkérdezünk, hogy a nyugati és a oktogon között az út az egyenes vagy kanyaros? Egyenes. Igaz? Igaz. Mert az a szakasz az egyenes. De hogyha valaki mondja, akkor ezek szerint az egész terész körút, az egész körút az egyenes. Az már hiba, az már nem teljes, nem igazság. Szóval ugyanúgy a tudósoknál úgy van, hogyha ők vizsgálnak egy valamilyen részt az időnek, és akkor utána mondják, hát akkor idő lineáris. De most nézzük meg védikus megközelítés. Egy napon hány óra van egy napon? 24. 24, ugye? Igen. Tegnapi napban hány óra volt? 26? Biztos? Holnap? Is. Nagyon jó. Egy órán belül hány perc van? 60. És az előző órában csak 40 volt? 60 perc.
És a következő órában 70 perc lesz? Igen. Cseréljünk helyet. 60. Szóval ez mutatja a ciklikusok. Ciklusok. Itt az idő, az egész idő ciklikus. Mi nagyon jól tudjuk, hogy tavasz után jön a nyár, nyár után jön ősz, ősz után jön tél, utána megint tavasz. Ez azért van, mert ciklikus az idő. A szervezetet, hogyha megnézünk, az is ciklikus működik. Például minden 4 órában, 24 óra belül, minden 4 órában megváltozik a szervezetünknek, melyik szerv lesz aktív, melyik passzív. Ma olyan nincsen, hogy mondjuk emisztésünk megy 24 órába keresztül. Akkor nekünk sose energia nem lett volna, mert akkor elmegy az energia az emisztésre. Hanem vannak bizonyos időpontok, és ezt a szervezet nagyon jól tudja. Akkor van, amikor aktív a vese, valamikor aktív a gyomor, a máj, mindennek van, vagy méregtelenítés szervezetben is történik, és ez minden ciklikusan történik. Szóval egész világunk ciklikus. És ez egy nagyon fontos állítás, és most megnézzük, miért ez jó. Mert ez egy fontos dolog, és ez nekünk adja lehetőségeket. Nézzük meg. Hát most egy kis ciklusot nézünk. Kinek, hát Budapesten nincs nagyon kert, van valakinek kertje? Ó, Hobáci utcában? Vörösmarty téren. Közösségi kertek. A Szovjetunióban képzeljétek el, úgy van, hogy voltak ilyen rendes telep panelházak, igen, és akkor a panelház mondjuk 10 emeletes, és alatta a háztól mondjuk ilyen 5-7-8 méter, az volt egy kert. És aki szerencsés volt, ugye nagyon sok lakó volt, és aki szerencsés, akkor valahogy szerezte magának ilyen kis pár négyzetméter kertet, mert embereknek ez a természetes, a föld. De a lényeg, hogy a kertben, akinek van kertje, az tudja, hogy most jön a tavasz, akkor fel kell ásni. És akinek már 20 éve van kertje, az tudja, már 20 éven keresztül újra és újra fel kell ásnom a kertjet. Vagy van valakinek olyan tapasztalat, hogy 20 éve ezelőtt felásta a kertet, és azóta nem kell. Ugye? Nem, nincsen ilyen. Ciklikus. Akkor lehet, itt lehet kérdezni, akkor mi az értelme? Embert mondja, hát most tavaly előtt már 20 éve ások fel a kertemet, mi az értelme az egésznek? De mi tudjuk, milyen az értelme egy kertnek, ugye? Jó, akkor van egy ilyen ciklus, amint a kert. Ez azt jelenti, hogy ezek a ciklusok adnak nekünk lehetőséget újra és újra kapni friss ennivalót, friss zöldségeket. Hogyha nem lenne ez a ciklus, akkor lehet, hogy éhen kell halnunk. Szóval itt egy fontos dolog. Akkor itt van ciklikus élet, amikor kell felásni, kell vetni, aztán kell aratni, és így tovább. Akkor van olyan ciklus is, ami valamikor fiatal vagyok, valamikor öreg vagyok. Ez megint azzal szemben, hogy nem így kell nézni az időt, hogy lineáris, hanem ez ciklikus. Újra leszek fiatal, újra leszek öreg, újra leszek fiatal, újra leszek öreg. Ez változik, ez is ciklus. Ez nem egyszer van. És hogyha megint öregszek, és nem tudom, mi az élet értelme, na, akkor most nézzük meg, akkor ez miért van, és mi történik. Hát megnyugodtam, hogy sokan voltak már iskolába jártak, akkor nézzünk egy ilyen iskolási kérdés. Hogyha valaki iskolába van, és amikor a tanár tanítja, és mindenki azt csinál, amit akar, nem figyel oda a tanításokra, mi fog történni vele? Megbukik, ugye? Meg fog bukni. Ennek mi a következménye? Ismét kell járni ugyanabba osztályba. Lesz ismétlődés. Miért kapta ezt az ismétlődést?
Kettő okok miatt. Egyik azért, mert nem tanult belőle, a másik, hogy még egy lehetőséget kapott kijavítani dolgokat. Szóval életünk is ugyanaz. Miért ismétlődnek nekünk az életbe az események? Mert újra járni ugyanabba az osztályba, az azt jelenti, hogy megismétlődött az eseményem. Van-e nektek valakinek, akinek még sose volt olyan, hogy hasonló helyzetbe kerültem? Vannak. Nincsenek. Így van. Ilyenek nincsenek. Mi mindig, habár próbálunk elkerülni, pláne a jó helyzetet, az mi mindig újra kívánni, de az sose nincs újra. De a rossz helyzet az, amennyit akarsz. Mi mindig próbáljuk váltani, már munkahelyet váltottam, minden is. Megint ugyanaz. Nem hiszem el. Szoktak olyan csinálni. És ez mit jelent? Hogy nem tanulunk a dolgokat az életünkbe. És hogyha mi nem tanultunk, akkor meddig van lehetőség, hogy ez az ismétlés megtörténjen? Hát, hogyha iskolában én egyszer megbuktam, másodjára, harmadjára, egy idő múlva, amikor látjuk, hogy ember egyáltalán nem használja ki a lehetőségeket, akkor elbocsátják, itt finoman mondva, ugye, iskolából. Hát még az is van, így van. Türelem határ, kor határ, minden van. Ugyanúgy, hogyha az ember, vagy a mondjuk itt lélek, aki emberi testbe került, és de nem tanulja az esetekből, ami újra és újra megismétlődnek vele, akkor itt van egy veszély, hogy akkor ő is kap dislike-ot, és következő alkalommal egy másik testbe fog kerülni, egy állati testbe. Szóval fontos értenünk, hogy nagyon kell kihasználni ezt a lehetőséget ebbe az emberi testbe. Mert el lehet veszíteni. Sőt, az emberi testbe lévő születési lehetőség ritka. Sokkal ritkább, mint bármilyen más formában. Jó, akkor ezt megnéztünk, de valaki tud mondani, hát figyelj, szerintem van életértelme. Hát mi az életértelme? Hát nézzük meg, hogy hova haladunk. Olyan jó városokat építenek, nem tudom, ki is szokott járni vidéki városokba, akkor egyre jobban felépítenek a belvárosokat, nagyon szép, nagyon jó néz ki, egyre kényelmesebb minden, most már néha vannak ilyen hűtőszekrények, ami ő figyel, mi van otthon, hűtőbe és internetről rendel, nem tudom, Magyarországon van ilyen, de Amerikában van, és akkor neked nem kell semmi, a hűtő mindig tele van, mert valahogy boltokkal van kapcsolatban, és akkor lelki világ, minden vágyat teljesül. Szóval ez történik. De hogyha ez történik, szépnek minden szépen is jól néz ki, és csodálatos, vannak mindenféle technológiák, de akkor is egy értelmes ember kell, hogy mégis kérdőjelezzen. Hát mi alapján lehet tudni, hogy mi haladunk-e valahová? Nem tudom, ki szokott néha menni kisvárosokba, nagyon szépen meg vannak csinálva belvárosok, minden nagyon egyre jobban néz ki, minden szép. De akkor mi most haladunk valahová, és akkor mégis ez az élet értelme? Mert látjuk, hogy fejlődik élet. Nem, biztos. Mert intelligens ember mondja, jó, hogyha ez van, akkor még mindig kerülök újra és újra azokba a helyzetekbe. Szóval az én, mondjuk az érzelmi állapotom nem változik ettől, hogy mi történnek itt a városokban. Hogy bármennyi felhőkarcolót építenek, az nem változtatja meg az én helyzetemet. Így is mondják, hogy a civilizált
társadalmat, az alapján, hát itt nálunk, Európában, hogyha mi megnézünk statisztikát, hogy melyik ország legcivilizáltabb, amelyikben több arany van, amelyikben van több olaj, és így tovább, és így tovább. De védikus rendszer azt mondja, az a társadalom legcivilizáltabb, ahol boldogok emberek élnek. Nincsenek stresszek, nincsenek betegségek, hanem ember rendben van itt, meg itt. Az a civilizált társadalom. Ezért intelligens embernek nem szabad benyelni ezeket a vásárlási rohamok, fogyasztás, mennyi vásárol, és akkor szép és jó minden, unboxing, YouTube-ra felveszem, hogyan kicsomagolom. Most már, mikor kicsomagolást csinálnak, régen ember jött haza, szitszakította gyorsan, azt kivette, ami kell. Nem, most fél órát fordítja a kamerába a maga dobozt, hogy és beszél fél órát, oroszul úgy mondják, vizet beszél, amikor semmit nem mond, és utána kicsomagol, és akkor emberek, mindenki néző YouTube, ez a legjobb pillanat az életem, amikor látom a YouTube-on, valaki kicsomagol valami haszontalan dolgot. Igen, szóval nem. Intelligens embert nem lehet megetetni ezekkel, ő mindig kérdezi ezeket, és mindig kérdezi, mi a dolgom ebben a világban. Mert az én érzelmi helyzetem nem változott. És ez a kérdés, ez a kulcskérdés minden ember életében. Fontos, hogy legyenek ezek a kérdések. Hogyha ember nem kérdezi, mi dolgom ebben a világban, mi az élet értelme, nem tud fejlődni, nem tudja a következő lépést megtenni, hogy fejlődjön. Mindenki akar fejlődni, hogyha mi bárhol bárkit megkérdezünk, akkor mindenki akar fejlődni. De a fejlődés nem működik, nem lehet átlépni ezt a dolgot, ezt a témát. Szóval ez egy alap. Akinek van ez a kérdése, akkor ő már lép előre, és akkor már lesznek további lépcsőfokok, tud fejlődni. De hogyha ezt nem tanítják, és nem merül fel a kérdés az emberben, mi a dolgom ebben a világban, mi az élet értelme, hogyha én nem kérdezem, azt tudjátok, mit jelent? Hogy megbuktam. Nem tanultam meg a tanórán. Amikor már tizedjára kerültem ugyanabban a helyzetbe, ami kényelmetlen, és ugyanazzal a megoldással semmit sem változtattam, és nem kérdezem, hogy miért történt újra, miért velem, mindig ez történik, akkor én nem kérdezem, akkor én megbuktam. Ez azt jelenti. És akkor újra és újra járunk ugyanabban az osztályban. Rendben, de valaki mondja, hát most kell kérdezni, igen, erre kell tudás, hogy kérdezzünk, feltegyünk, felmerjön a kérdés, utána kell tudás. De ember mondja, hát én tudom csinálni dolgot, miért kell nekem valami plusz tudás? Igen, van egy ilyen kategória tudás, ami már mindenkibe természet bele rakta, hogy instalálta. És ez a tudás egyszerű dolgokról, egyszerű érzék, élvezetekről, erről nem kell menni sehol, az bárki tudja csinálni. Enni, lehet látni, közben szakad le a volt. Mi a különbség? Szóval, hogyha ember és állat között. Mert állat ezeket meg tudja csinálni. Elszik, alszik, szoporodik, védekezik, ez meg tudja csinálni, erre nem kell még iskolába se járni. Az meg lehet tanulni a szüleiktől, hogy hogy kell enni. Alkotás. Alkotás. Igen, már láttam Facebookon elefánt rajzol valamit ormánnyal. Egyre jobban alkotnak. De állat nem tudja megkérdezni, nincs lehetősége. Neki nincsen ez a funkció a tudatban, hogy feltegyen ezt a kérdést, hogy mi dolgom ebben a világban. Hogyha én élek, akkor miért kell újra és újra kerülni ebbe a helyzetbe? Mert például a kutyáknak nagyon rövid a memóriája. Hogyha
Oda jön valakihez kutya, ahol valaki eszik, és ember belerúgja, akkor elszalad a visítva, de fél óra múlva elfelejt és újra fogja. És újra belerúgják. Ez ugyanaz, hogyha ember nem tanul bele az eseményekből, akkor ugyanúgy reagál. És ezért kutya nem tudja megkérdezni, miért ebben vagyok világban, miért velem újra megtörténnek a dolgok, és miért kell meghalnom. Ez a kérdés. Ember pedig tud. Na, ez a különbség ember és állat között van lehetőség. Most nézzünk egy verset Bhagavad Gita-ból, ahol megmutatja, hogy kis pszichológiát, hogyan működik az embernek a tudatja, és miért van lehetősége kérdéseket feltenni. És miért fontos feltenni kérdéseket, ez nem csak bemutatja, hogy hogyan működik, hanem mit kell tenni az embernek. És a Bhagavad Gita-nak van egy nagyon jó vers, ami beszél, ez a harmadik fejezetről van ide idézve. És szanszkrit fordítom magyarra. Indriyani Paran Ahur. Az azt jelenti, hogy van halott anyag. Anyagi élvezett tárgyak. És azt mondja, az érzékek, az magasabb, mint az anyag, mint az érzék tárgyai. És utána indriyeja, param, indriyeja azt jelenti, hogy érzékek. Param, mana. Mana elme. De az érzékeknél magasabb az elme, amelyeket gondolkodok. Az magasabb rendű. Mana sastu para budhir. Ami arról szól, de az elménél magasabb az intelligencia. És úgy történik, hogy az ember, hogyha nem kérdez, hogy miért velem újra ez megtörtént, mi a dolgom ebben a világban, ez azt jelenti, hogy az ő intelligenciája az érzékekkel el van nyomva. És akkor ki le van blokkolva ez a funkció. Mert állatoknak ugyanúgy. De embernek van lehetőség, a tudás által kell szerezni tudást. És a tudás nyitja meg, vagy erősíti az intelligenciát. És ezért hogy állat nem tudja. Őnek igazából intelligencia sose tud lenni szabad. Csak embernek az intelligenciája magasabb tud lenni az elménél, és az érzékeknél, és érzelmeknél mindennél. Ezért ez egy fontos tudás, hogy nekünk dolgozni kell, nem csak érzelmekre, mert minket a világ most csak az érzelmekre. Vedd meg, csomagod ki, nézd meg, edd meg, érzelmek. De nekünk nem csak ezt kell csinálni. Az úgy is lesz, nem kell izgulni. Nekünk intelligenciát kell használni, mert van. Ennyire drága ez a test, és ha nem használunk, akkor tényleg haszontalan az élet. Szóval intelligenciát kell használni. És utána mondja, Yabodhe paratas tusa. Ez azt jelenti, intelligencia fölött áll lélek. Hogy minden élőlény egy lélek, és az minden fölött áll. De ahhoz, hogy ezt megértsünk, hogy én lélek vagyok, nekem ehhez kell szabad intelligenciát használni. Nem lehet máshogy megérteni. Ez egy fontos pont, ami emberi tesz. És ez a vers azt utasít, hogy használjunk intelligenciát, és ezt tudás által lehet csinálni. És ez az intelligencia abban is különbözteti az embert, hogy az a boldogság, amelyeket ember keres, ez nem olyan, mint az állati. Még hogyha az ember nem használ intelligenciát, ahogy kellene, még mindig másféleképpen gondolkodik. Másféleképp boldogságot keres. Na nézzük meg, hát ha valaki ugyanezt keres. Ahol nincsen szenvedés, ki olyan boldogságot keres, ahol lehet szenvedni végre egy jót? Nem, ugye nincsen ilyet. Mindenki olyan boldogságot akar, ahol nincs szenvedés. Ki szeretne öreg lenni, ahol már minden esik szét? Nem.
nem akarunk öregek. Ki akar, na végre, rákos leszek, na, most boldog leszek. És most már a halál ágyon fekszek, erre vártam, születés óta, végre boldog lehetek ezt az egy pillanatot. Nem, hanem ember, mindenki olyat kell, állat erről nem is gondolkodik. Ő megy, megtalálta valamit, amit ehet, a kan találta a szukát, és így tovább is ennyi. De ember nem, ő olyat keres. De ez csak akkor lehet, amikor kilép a matricából, hogy matricból inkább. Matricából is ki lehet lépni, nem baj, semmi gond. De matricból főleg. És, de erre, ez csak akkor lehet, hogyha van tudás. Ezt a féle boldogságot, hát látjuk, iskolában, neki kimegy iskolából, egyetem, doktor, professzor. Boldog? Boldogtalan. Tudja, mi az élet értelme? Nem tudja. Szóval ezek a féle tudások nem tudnak adni. Szóval kell egy, hogy mondjuk, szaktudást erre, ami nem tanítják sajnos egyelőre a mi oktatási intézményekben. De nézzük meg, hogyha nincsen ilyen tudás, hogy hogyan ezt érjek el, hanem úgy érjük el azt a boldogságot, amit akarunk, de megszokott módszerekkel, ami most csinálja mindenki, ami minket kínál, az egész társadalom. Ugye erre szolgál, hogy legyünk boldog. A reklám azért van, legyél boldog, vedd meg, legyél boldog, kényelmesebb legyen, praktikusabb. Mi történik, hogyha mi megszokott módszerrel tovább folytatjuk? Hogyha most innen mindenki kisétál, és tovább folytatja, hogy mai napig élt, akkor nem fog változni az élete. De most csak tudatosítsunk, nem mondom most semmi újat, csak tudatosítsunk. Ezt történik. Most mi ezeket eredményeket érünk el, ahogy érünk. Nem tudjuk, hogy működik a természet, hogy működik a világ. Mi nem tudjuk semmi más, mint pusztítani a világot, pusztítani az állatokat, pusztítsuk végül a városokat, az egész bolygót pusztítjuk. Ez tény. Hogyha valaki szeretne egy kis statisztikát, este menjen fel internetre, és csak írja be, hány állatfaj eltűnt a Földről utolsó 25 év alatt. Meg lehet nézni. Tudjuk, hogy egyre szennyesebb a levegő, és sok-sok-sok probléma van. Szóval ez a módszer nem működik. Intelligens ember, amikor ő egyszer valamit próbálta, nem működött, még egyszer, akkor tudja. Hogyha akarok más eredmény, akkor csak akkor lesz, hogy máshogyan csinálok. Nem? Hogyha ugyanazt csinálok, akkor ugyanaz az eredmény lesz. Erre nem kell iskolába járni. Ez érthető. Igen, szóval ez történik most. Jó, de akkor kérdés. Hol keresek akkor ezt a fajta tudást, ami ténylegesen tudja nekem segíteni, hogy legyen más az eredményem az életemben. A válasz védák. Szó véda, kicsit erről beszélek, azt jelenti, hogy tudás. Mi a tudás? Mit jelent, hogy véda, és mit jelent a tudás? A Bhagavad Gita-ban, hogy mindjárt ott lesz a képen, a Veda Krit, Isten mondja, én vagyok a tudásnak a szerzője. Én találtam ki, én tőlem származik a tudás. Például ki olvasta már Bhagavad Gita-t? Ó, elég sokkal, nagyon jó. Bhagavad Gita-ban le van írva a világ szemlélet úgy, ahogy Isten lát. Szóval amikor mi olvasunk Bhagavad Gita-t, hogy ez így van, ez úgy van, mi tanuljunk Isten, hogyan látja a világot. És mivel ő teremtette a világot, ő látja a legjobb, és ez vitatatlan pont. És ember, aki megtanulja úgy látni világot, ahogy Isten leírja, akkor ő hibátlanul látja a világot. És ez a véda, ami hibátlan tudással rendelkezik.
Mondom egy pár példát. Kezdjünk egy egyszerűvel. Ki már, vagy ki nem hallotta Ayurvédáról? Mindenki hallotta Ayurvéda. Ayurvéda. Hogyha pontosan fordítsunk, Ayurvéda. Ayurvéda, mert ragozás miatt Ayur lesz, Ayurvéda. De ragozásban van, Ayurvéda az az életet jelenti. A Véda tudomány. Az életművészetnek a tudománya, boldog, egészséges életnek a tudománya. És Ayurvéda, persze mi most úgy tudjunk, ismerünk Ayurvéda könyvet, hogy ez egy gyógyító könyv, még egy természetgyógyásznak a könyve. Hát ez a természetgyógyász az az Isten, ez az ő könyve. De nem tudom, ki hallotta erről, hogy a Ayurvédának gyógyítani betegségeket, ez csak harmadlagos dolog. Most mi csak annyit tudjunk, hogy gyógyító könyv. Hát ez persze, mert most, amikor már betegek vagyunk, mikor ég a tűz, akkor oltani kell a tüzet, ezért gyógyítást használjunk, de Ayurvédának az első fő küldetése adni embernek olyan tudást, hogy hogyan működik a szervezet, hogy kell pihenni, hogy kell viselkedni, hogy kell aludni, hogy kell gondolkodni, hogy ne legyen beteg. Mert Ayurveda mondja, sokkal olcsóbb és kevesebb energia befektetés, hogyha te megelőzöl. De mivel mi nem tanultunk, mert iskolában nem tanították Ayurvédát, hogy hogyan működik a testünk, hogy nevelés nem kaptunk egészségeset, ezért most belebonyolultunk a hibákba, és jöttek a betegségek. Akkor most gyógyítjuk. De Ayurveda ezt meg tud előzni, hogyha ezt oktatjunk mondjuk iskolába gyerekeknek. Sokkal kevesebb pszichikai, mert Ayurveda nem csak testtel foglalkozik, úgy mondják a pszichoszomatikus, testtel és a tudattal. És szóval ez az egy tudás. Hogyha most mi kicsit még belemegyünk, a mostani tudósok meg kutatások eredményeként azt találták, hogy a szívből ered 30 ezer csatorna. Ez tudósok, ez nagyon jó, dicsőséges. Még egy kicsit kell kutatni, mert Ayurveda azt mondja, hogy 72 ezer csatorna árad a szívből. Szóval még egy kicsit kell dolgozni, de ez már jó eredmény, 30 ezer. Aztán egy példát mondom, nem is tudom mondani, hogy hány árnyalata van a pulzusnak. Általában, amikor én emlékszem, egy ilyen világi orvos, hogyha megnézi egy újabb pulzusot, akkor csak nézi, hány másodpercben hányszor üti, és kész. De Ayurveda három ujjat rakja ide, és megmondja neked, mondjuk egy hölgynek, megmondja akkor, mikor 10 éve ezelőtt terhes voltál, ezt csináltál, ezért most a gyerekednek ez a problémát. 3 ujjal, hogy leolvassa. Ez a tudomány. Akkor, aki már olvasta ezeket a 3 dóság, ezek az energiák, hogy működik, az szerintem az mai napig nem tudták felmérni a tudósok ezeket az energiákat. Akkor ez az egy véda, ami igazából csak beszél a törvényekről, hogy működik a szervezetünk. Következő könyv, ami most asztrológiát nem is fogok említeni, ez ugyanúgy komoly a védikus tudomány. Beszéljünk egy érdekességet, a vásztó. A vásztó, ez a feng shui, most úgy sokan ismernek, ez a tájolásnak, a építésznek a törvényei. És ezért vannak olyan városok, vagy ami már nincsenek, nem használják, de régen építették a tudomány szerint, és akkor ebben a városban sose volt probléma. Mert fontos tudni, hogy milyen tájolás legyen. Nagyon sok minden részlet van, de most egy pár példát mondom. Hogyha valakinek van éjszakai fal a házban, és ott nincsen mondjuk se ablak, se ajtó, akkor ez fog befolyásolni az embernek a pénzügyet. Most nem megyek részletekbe, mindenre van, miért pont ez, miért így működik, most nem ez a témánk, csak mutatom, hogy mik vannak. Hogyha embernek mondjuk a karma szerint adósságba kell élni, és éjszakai fal az
sima fal, nincsen ablak, akkor ez nagyon megnehezíti neki ezt az adósságot. Hogyha embernek van egy ablak, akkor könnyíteni fog az adósságját. Vagy lehet, hogy nem lesz adós. A keleti fal, hogyha valahol nincsen keleti falnak ablak vagy ajtó, akkor ez egészséget befolyásolja. Szóval így ez a vásztó. Akkor van könyvek, amit beszélnek arról, hogy hogy kell király lenni, vagy vezető, politikus, hogy kell vezetni úgy az országot, hogy boldogok legyenek a polgárok. Mert egy ország vezető kötelessége nincs más, mint az, hogy mindenki állatokkal együtt boldog legyen a királyságába. Gyereknevelésről van szó, van ilyen tudomány is. Szóval nagyon sok, minden tudomány, amit mi el tudjunk képzelni, és nem is el tudjunk képzelni, védák tartalmazzák. És sőt, a legfontosabb az az, hogy a tudománya életünkről. Hogy hogyan tudjak felépíteni úgy életemet, hogy megértsek, mi a dolgom a világban, ez a legfontosabb, és mi az élet értelme. És van a rész a védáknak, amit mutatunk nektek. Ez a olyanféle védek, ami mostani korszakban is le vannak fordítva, magyar nyelven. Azok a könyvek, amik legfontosabbak. Mert nagyon nagy a tudás, nagyon nagy a tudomány. De nekünk arra, hogy az egész tudományt megtanuljunk, ami létezik a világban, a védikus, ez az egy élet, az nekik nem elég. Nem is tudjuk érteni, mert ebben korban mandasu manda matayo, manda bagyo paharita. Ez azt jelenti, hogy intelligencián korlátozott. Nekünk nehéz megérteni tisztán, de könnyen félreérteni. Ezért van eszencia. Amikor valaki mondjuk van egy új film, és akkor ő neki nincsen idő elmenni, megnézni a premiért, de a barátja ott volt, akkor mondja neki, figyelj, három mondatban mondd meg, miről szólt a film. És akkor elmondja. Ugyanúgy, és ember megkapta ugyanazt. Megsporolta három, nem tudom, órát, meg nem tudom, mennyibe kerül most a mozi? 1000, 2000? 2000. 2000 forint, meg minden mást. Így a védáknak az eszencia, ami fontos nekünk, hogy kimászunk a labirintusból, ezek le vannak fordítva. A magyarra is lehet kapni. És ez nagyon fontos, ma mindjárt mondjuk tovább, mert sok véde van interneten, és lehet találni sok-sok-sokféle védát. Jaj, ide kirakjuk a véda tudást jelenti. Hopsz, ide jön. Hogy interneten nagyon sokat találja védákat, nagyon sok. Én látom, én is Facebookon néha látom, megosztanak ilyen védát, olyan védát, és az. Csak az a baj, hogy ez csak zavart okoz. Emberek használjanak, de nem fejlődnek sehova. Nem tudom, nem akarok senkit megbántani, de vannak olyan csoportok, ahol mudrákat, nem tudom, ki tudja, mik a mudrák, ilyen kéztartások, nem működik, nem teljesen, el kell felejteni, nem működik. Mert mudra az nem csak kéztartás, az a tudatállapot. Az csak akkor működik a kéztartás, hogyha van megfelelő tiszta tudatom. És akkor is emberek ott napok, évekig tartják ebbe a csoportba, akkor mudrák jobbra, na most ilyen mudrát küldünk, most ezt a mudrát. Nem, nem működik. Ezért, ha valaki szeretne tényleg haladni valahova, akkor itt kell fontos dolgot értsünk, hogy kell hitelességet. És internetről, hogyha mi kapunk bármilyen könyvet, valamit letöltjünk, vagy megnézzünk, hogyha nem hiteles, akkor az korlátozza, inkább úgy mondanék, nem tudjuk mit tenni vele. Hogyha valaki tudja számítógépes nyelvet, amikor mi letöltjünk egy programot, de nem fizetünk ki, akkor trial verzió lesz. Sokra nem megyünk vele.
Szóval a védelkod, tudást kapkodni innen-onnan, az csak triál verzió lesz, azon nagyon messzere nem megyünk. Ezért kell hitelességet. Megmondom miért. Mert a véda nem csak maga információ, hanem a tudásban van energia. Úgy mondják, hogy Svarupa Shakti. És mikor mi ezt a tudást hiteles szemétől kapunk, akkor mi kapunk ezt az energiát is vele, hogy felemisszünk a tudást, és tudjunk hasznosítani az életünkbe. Ezért én csak így figyeltem, hogy hány embernek, aki csak úgy nem hiteles dolgokat használta, megváltozott az élete. Senkinek. Az élete változik csak akkor, amikor hitelesen fogadjunk a védet. Mi ez a hitelesség? Ez egy fontos kérdés. Szóval mi mindig látjunk, hogy beszélünk, hogy ahhoz, hogy megértsünk, mi a dolgom ebben a világban, megérkeztünk, erre kell rá védikus tudás, az megmondja, mi a dolgom a világban, és hogy azt teljesen megértjünk, és tudjunk valamit változtatni az életünkbe, nekünk kell, hogy ez a véd a hiteles forrásból ide jöjjön. Mi ez a hitelesség? Ez azt jelenti, itt van Srila Prabhupát, egyik személyiség, aki hitelesen leírta a védákat. Lehet mondani, de várja, hát mindjárt én is írok egy hiteleset. Hát interneten ennyi hiteles gurú van. Tegnap mentem, rámesett egy tégla, akkor felvilágosodást kaptam, most is egy világít rám összes lámpa, fel vagyok világosodva. Mindjárt írok és most mind vagyok hiteles. Nem, a hiteles az nem az, aki kitalál, mert tudást nem lehet kitalálni. Amikor valaki mondja, hogy én szerintem így van, jó, te szerinted így van, ő szerinte így van. Kinek van igaza? Egyikeknek se. Mert igazság egy. Egyféleképpen csak lehet a világ, nem lehet többféleképpen. És ezért a hitelesség, a Srila Prabhupát, ő nem egy nap leült, és akkor elkezdte valamit írni, vagy adni tudást, hanem neki van, ő csatlakozva van, inkább úgy mondjuk, egy lelki tanítómester láncolathoz. Mert ahogy mondtam már elején, hogy Istentől származik a tudás. És a lelki tanítómester láncolat, ez az a féle vezeték, amelyiknek felelőssége átadni tudást eredeti formában. Nem szabad semmi milliméterre változtatni. Mert hogyha megváltoztatjuk egy kicsit, nem lesz az eredet. És ez egy ilyen őriző, hagyományos láncolat, ahol csak nagyon tiszta szívű személyek lehetnek képviselők ennek a láncolatnak, akik képesítettek arra, hogy én hallottam az én lelki tanítómesteretől úgy, ahogy van, és át is adom az én tanítványomnak úgy, ahogy van. És akkor itt is, ez most itt van csak egy pár, ez is Srila Prabhupád, de van nekünk leírva egész láncolat Istentől, hogy jön ide. És akkor megy, ő volt a lelki tanítómester, átadta a tanítványnak, utána ő lelki tanítómesterre vált, átadta a saját tanítványnak, és akkor így mai napig jön. Akkor egyik változatlan legyen, a másik nagyon fontos, hogy ez a Svarupa Shakti, ez az energia a tudásban, amelyik által mi tudjunk hasznosítani, ez csak így jön le. Mondom egy példát, képzeljétek el, holnap besétáljunk mi együtt, kórházba, és mondjuk, na hol a beteg? Mit csinálsz? Hát van itt agysebészet? Igen. Na akkor én jövök műteni. Hát mi műtel fogsz műteni valakinek az agyát? Hát mi? Hát interneten annyit kaptam, tanultam minden. És akkor ti rábíznátok a ti gyereketek? Persze! Hú, te interneten! Hány évét tanultál? Hó, 15 percet. Ó, hát akkor figyelj, igen, műts meg a gyermekenek az agyát, mert ezt biztos látom, hogy ez font, te tudsz legjobban beszélni, akkor biztos jó vagy. Nem, hanem ott kell egy hitelesség. Minket meg kihívnak nekünk egy sürgősséget, hogyha mi beállítjuk, hogy mindjárt műteni akarunk valakinek az agyát, nem? Behívnak minket, és akkor elszigetelnek a társadalomtól. De hogyha nekünk van hiteles papír,
akkor mi tudjunk élni ezzel a tudással. Szóval hiába interneten megtanulsz agysebészet, nem tudsz vele élni. Börtönbe tudsz kerülni, azzal lehet élni. De műteni egy agyát senki nem fog rábízni. Szóval, hogyha itt kell egy hitelesség, akkor miért gondoljunk, hogy a nagy élet, ami életekről szól, az csak internetre szedjük össze maguknak, és kitaláljuk rá. Az ugyanúgy kell a hitelesség, hogy legyen. Szóval ez egy fontos pont hitelességnek, és utána, mindjárt lépjünk egyet, így. Ide átadjunk a Védákba, és most megnézzünk, hogy a Védák hogyan oldják meg életüket. Mert valaki mondja, jó, oké, én most már kicsit gyanúsnak itt érzem a dolgokat, hogy nem kell nekem most itt lemondani a dolgokról, most hogy valami szerzetese válnám, és akkor, de nekem vannak vágyaim, nekem vannak igényeim, akkor most csak egy ilyen legyek remete? A Védák erre tanítják? Nem. Nem erre tanítják. Először nézzük meg, mi az, ami embernek az igénye. Milyen igények vannak? Átlagban. Étel, ital, ház, szerelem. Hogy? Életminőség. Igen. Mondhatjuk úgy, hogy testi igények. Hogy legyünk egészségesek, legyünk szépek, és itt a testi igényünk van. Utána kell nekünk elme, érzelmek. Elme ez az érzelmek. Ugye mindenki akar jó kapcsolatokat, mindenkinek van erre igény. Ez normális. Ez védem ugye igazából, jobban tudja, mint a mostani tudomány. Aztán utána van mindenkinek, mindenki kíváncsi, szeretne kicsit tudni dolgokat. Akkor intelligencia. Igényünk van információt kutatni, most eljöttünk ide, akarunk valamit tudni. Mert intelligencia akkor lesz elégedett, hogyha kapunk valami tudást, és akkor igen, kell gondolkodni, próbálni megemészteni, megérteni. Igényünk van erre. Ezért ember keres, kutat, akar interneten, csak amikor nem hitelesen kutatjunk, akkor sajnos nem tudjuk túl sokat vele élni. Valami intelligencia kap akkor is elégedettséget, de az korlátozott lesz. És természetesen lelki. Igény van mindenkinek, mindenki mondja a lelki béken, és így tovább, és így tovább. Szóval ez a négy igény, az minden egyes embernek van szüksége, és mindenki erre törekszik. Tudja vagy nem tudja, de erre törekszik. Hogyan oldja meg a Véda? A védikus, hogyha mi védikus tudás alapján építenénk az életet, akkor lehet kérdezni, akkor megkapom, megkapom-e ezeket az igényeket? Mindjárt nézzünk meg együtt, jó? Véda azt mondja, itt az oldalon lesz, az első dolog, ez a dharma. Szó dharma azt jelenti, hogy tudás, erkölcsi szabályokról, erkölcsi elvekről, hogy kell építeni az életet, hogy működik az élet. Mert ahhoz, hogy ne legyek beteg, ne szenvedjek, ne teremtsek magamnak rossz karmát, arra dharma, ami megtanítja, hogy hogyan működik az élet, hogyan cselekedj úgy, hogy ne szenvedj utána. És ez az alap. Amikor nekem megvan a dharma, a többi minden más, hogyha erre építek, mint egy alapra, akkor az sikeres lesz. Mert hogyha van dharma, akkor utána jön a következő artha. Az artha szó azt jelenti, hogy gazdagság. Mostani gazdagságot, ahogy építjük erkölcstelenül, akkor ilyen a világ is. Senki se volt. Nem is tudjuk élni ezzel a gazdagsággal, mert félünk, betegek vagyunk, és így tovább, és így tovább. De hogyha dharma, először ember megtanul, mi az élet törvénye, utána, hogyha építi a gazdagsági rendszert, akkor ökológikus lesz, mondhatjuk így. Hogyha van a erkölcses vagyok, tudom mindenféle törvényeket, elveket,
és megvan alapozva erre a pénz tőkém, akkor igazán tudok élvezni. Káma az a vágy teljesítése, élvezni akarok. Az lehet test, az lehet elme, az lehet bármi. És nem fogok belebonyolódni a karmába. És persze, utána a negyedik, moksa, az azt jelenti, hogy felszabadulok, vagy megtisztulom minden karmától, és megszabadulok mindenféle szenvedéstől, problémáktól, és így tovább, ez a moksa. És úgy van felépítve ez a rendszer, ez a védikus rendszer, hogy megadja a lehetőséget minden vágyát teljesíteni, és nem bonyolodni be az élet szövevényeibe, vagy a karma labirintusba. Ez azt jelenti, hogy nem lesz ember beteg, nem lesznek pszichikai problémák, traumák, és így tovább, hogyha ökológikus tudást csinálja. Szóval még hogyha anyagilag is akarunk jól érezni magunkat, meg az tudás nélkül nem fog működni. Hát tudjunk, látjunk. Minden így működik. Oké. Okay. Akkor a védek. Akkor most nézzük tovább, mit mondott a védek. Most egy kicsit bemutattam, mit jelent a védő, mit jelent a tudás. Arról beszéltük, hogy arra, hogy megértsek, mi az élet értelmem, mi a dolgom a világban, a védekből találunk. Utána bemutatom egy kicsit a védákat. Próbáltam röviden összefoglalni. Nézzünk további dolgokat. Na most megnézzük, hogy nekünk van kettős természetünk mindannyiunknak. És ezért megérteni, mi az én dolgom ebben a világban, mi a küldetésem, vagy életértelmem, ez a tudás nélkül nem, ember nem fog tudni. Rájönni. Hát ezért nem tudják a nagy tudósok. Akkor nézzük, mi ez a kettős természet. Vissza próbáljuk emlékezni, két kérdést beszéltünk. Elején emlékezünk? Mi a sors, és mi a küldetésem, és mi az élet értelmem? Három kérdés. Na most ezt fogunk válaszolni. Nézzünk meg. Egyik, nekünk van kettős természet. Az első kettő között úgy mondják, hogy pszichofizikai, hogyha szanszkritul, svabhava. Mit jelent? Hogy a múlt életemnek a cselekvéses eredményeképpen én most megszülettem egy bizonyos testbe. Ez a fizikum, és egy tudatállapottal ez a pszichikum. Mindannyiunknak van valami jó, ami működik, valami rossz, ami működik. Szóval a mi testünk, ez minden egyes sejtünk, nem véletlenül, mert a gén, vagy mi van még bennünk, gének, meg mindenféle aminsavak, és azok valahogy rosszul működnek, és ezért ilyen lettem, vagy olyan lettem, vagy jön a szemem. Nem. Minden egyes sejtünk, és a gének, és a aminsavak, minden, ami bennünk van, ez minden előző cselekvésnek az eredménye. Ezért ez a fizikumom. És valaki tudja emelni 100 kilót, valaki csak 20 kiló, ez a múlt életnek a cselekvése eredménye. Ezért csak ennyit tud csinálni ez a test. Valakinek olyan színű a szeme, másik színű a szeme, a haj, ez minden nem véletlenül van, hanem előző élet. Egyik, a másik ez a pszichika. Észrevettünk, hogy vannak emberek különböző hangulatú. Vannak olyan emberek, akiktől menekülünk. Hú, olyan negatív ez az ember. Fú, mikor már elmehetek tőle minél távolabbra. Vagy van olyan kedves, kellemes emberek, ahol keresünk velük mindig találkozót, és akarunk mellettük lenni. Ez a pszichikum. Valaki mindenre megsértődik, azonnal felrobban. Valaki nagyon pozitív, mondja, ó, na, akkor milyen jó, hogy ezt csináltál, ebből most ezt tanultam. Vagy, szóval vannak nagyon mindenhol pozitívot látnak. Ez a pszichikánk, ez a különböző féle természetünk, ez múlt életnek a eredménye. És ezért erre van, igen,
van egyféle sors, ez egy sorsunk, mert hogy néz ki az én testem, ez egy sorsom, ahogyan működik a pszichikám, ez is egy sorsom, és a védek azt mondják, hogy erről, ezen a szinten is kell, hogy legyen egy küldetése. Meg kell állapítani, hogy mi a természeted. Mert mi nem tudjuk mindannyian ugyanazt csinálni. Ez nem lehet csinálni, mert módélet miatt különböznek a mi tudat és a fizikum. Egy példát mondom. Képzeljünk el, hogy most Magyarországon, nem tudom, hány közgazdász egyetem van. És akkor ott tanulnak, mondjuk legyen 100 000. Ez azt jelenti, hogy 100 000 közgazdászra van Magyarországon szükség? Nem. És azt is jelenti, hogy és hány, hogyha már megnézünk statisztika, hányan fognak dolgozni 100%-ba közgazdászként? Hát csak egy pár százalék. Azok, akiknek ez a természete. Akiknek nem ez a természete, az azért mentek, mert terrorizálnak a szülők, meg még valami más miatt, és akkor oda mennek. Szóval a természetünk különbözők, és a védek ezt mondják. Nem, hogyha nem saját tányérba vagy, akkor nem leszel boldog. Na képzeljétek el, hogyha valaki köztetek nem tud énekelni. És akkor mi mindenki mondjuk, de énekelj, most a nagy színpadra fel kell lépni, tehát az ember meg fog halni stressztől. Mert nem ez a természete. És így tovább, vagy valaki nem tud rajzolni. És akkor mondják, ne, rajzoljál a következő reklámplakátot, a választásokra te fogsz rajzolni. Nem lesz boldog. Szóval védikus írások mondják, ahhoz, hogy fejlődjél lelkileg, találd meg itt is magad. Hát te most ki leszel? Van, hát ez a 7 milliárd ember, ami van a Földön, az általában 4 kategória, ilyen nagyon széles sávod, de 4 kategória lesz. Vannak olyan típusú emberek, akik művészet, a kézműves, akkor munkás, aki szeret kézzel valamit csinálni, kreálni, akkor van ilyen típusú emberek. Akkor vannak olyan típusú emberek, akik cserélgetnek, nem tudom, iskolában ezt lehet látni, vannak gyerekek, mindig vannak neki ilyen kis, nem tudom, nálunk, mikor még én iskolában jártam, volt a rágógumi, nem tudom, Pedro. Volt Magyarországon ilyen? Donald kacsa. Valami közös is van. És akkor ott voltak ilyen kis pici rajzocskák. És akkor voltak azok, akik seftes típusúak, természetűek, azok már cserélgetnek, gyűjtötték, figyelj, adok neked, de ezt cseréljünk, azt. Ez a típusú ember. Valakit mondasz, figyelj, csinálj egy üzletet, az ember mondja, ne, hát én pszichiátriára elmegyek inkább gyorsabban, mint üzletet csinálok. Miért? Mert nem ez a típus. Ezért itt, és vannak módszerek, hogy de meg kell tudni, hogy akarod, anyagi szinten jó érezni magunkat, meg kell találni, mi a természetet. Tudunk segíteni, nem pont most mindenkinek, de van rá, hogy hogy kell meghatározni, ez fontos. Ez az egyik. Mert miért? Mert hogyha, hát nézzük, hány ember dolgozik, és annyira szenved a munkától, annyira rosszul érzi magát a munkahelyen, és mikor mondjuk neki, hogy figyelj, gyere meditálni. Az a szenvedés, ami a munkahelyen van, felemészti minden kapacitást, és embernek nincs már idő van, de intelligenciailag, pszichikailag nincs kapacitás már lelki dolgokra. Már annyira feszült belül. Van majd végül fordítva, valaki tud pont ezért csinálni, de többség nem. Az a személy, aki saját természete szerint él, az el van lazulva. Elégedett, boldog, és ő neki van nagyon jó kapacitás lelkileg tovább lépni, fejlődni, sokkal könnyebb. Ez az egyik természete. És itt mindenkinek különböző lehet küldetésünk, saját természete szerint. Második féle természetünk, úgy mondják, hogy Svarupa, magyarul lelki természetünk. Na ez mindenkinek egy természetünk van. Mi nem vagyunk egy, mi minden külön egyéni személyiségek vagyunk, de lelkek.
Mindannyian nem vagyunk ez a test, mi lelkek vagyunk. És mivel mi elfeledtettünk a lelki természetünkről, ezért a lelki küldetésünk, vagy értelme, ez a önmegvalósítás, hogy én lélek vagyok, újra kell megszerezni a lelki tudatomat. Mert mi most testtudatban vagyunk. És érdekes, hogy ez a pszichofizikai természetünk minden életünkben változik. Ez nem mindig ugyanaz. Például, hogyha egyik életben voltam üzletember, másik életben lehet, hogy leszek egy professzor, vagy lehet, hogy leszek egy, tudom, esztergáló hegesztő. És akkor ez mindig változik, valami, például férfi test, ez is egy pszichofizikum. Ugye a férfiaknak máshogy működik a pszichika, és máshogy mondjuk működik a test. De egyik életben voltok férfiak, egyik életben voltok nők, ez változik. Ez nem örök. Viszont a lelki természetünk az örök, az sose változik. Az mindig ilyenek leszünk. Amilyenek mi eredetileg vagyunk lelk. Most le vagyunk fedve testtel, és nem tudjuk megérteni. Ezért itt erről szól, hogy igen, meg ki kell deríteni, és próbálni megnézni, mi a fizikai, pszichofizikai természetem, azt szerint élni, de ennél még fontosabb kideríteni, vagy nem kideríteni, megvalósítani, hogy én lélek vagyok. Mert ahogy csak valaki megvalósítja, hogy én lélek vagyok, abban a pillanatban meg fog szabadulni mindenféle szenvedéstől. Nagyon elhoztam az időt? Még van egy kis pár perc, mindjárt vége, egy 3-4 óra is kész. 3-4 nap. 3-4 nap. Igen. Jó. Igen. Igen. Ami érdekes, a védikus tudásnak a hatása. Olyan hatása van, megint, hogyha hiteles forrásból kapunk, akkor ez már tisztítja a tudatunkat. Még nem csináljuk, nem gyakorolunk semmit. Ez nagyon fontos hitelesség. Ez olyan, mint a steril eszközök a orvoságban. A hitelesség, ez a steril dolgok. Mert hogyha nem steril dolgokkal minket gyógyítanak, akkor nagy-nagy garancia van arra, hogy komoly következmények lehetnének. Ugyanúgy itt is kell, hogy legyen hiteles. De hogyha hiteles, akkor ez tisztítja embernek a tudatot, tudatállapotot. Oké? Okay? Akkor. Jókat dumáltál itt nekünk, köszönjük szépen. De mondjál valami konkrétat is a végére. Mert oké, de mit tegyek? Van-e valami, ami most innen elmegyek, és tudok változtatni az életemben? Persze, hogy van. Hát én nem is jönnék, hogyha nem hoznak egy ilyen tanácsot, ami konkrétan bárki, nem kell különleges születésű lenni, nem kell Petőfi Sándornak születni, hanem bárki ezt csinálhatja, és nézzük meg konkrét dolgokat. Az egyik, ez megint a hallani a tudást. Az első lépés, hogy én megoldjam az életemet, folytatni, hallani ezt a hiteles tudást. Ez fog változtatni mindent. És számtalan védő ezzel mondja. Első lépés. Srimatam Svakatha Krishna, ez a Srimad Bhagavatam, ez a könyv, itt mondja, ops, ezzel. Bhagavad Gita, azt mondja, Maya Saktama Napadham, Yogam Yujan Madashra, Asam Shem Samagramam, Yathagya Syasi Tach Rinu, hallani. A lelki út fejlődés hallástól kezdődik, és az végig fog kísérni. Szóval ez az konkrét dolog, folytassunk tovább hallani. Lehet, itt van nektek könyvek, ugye? Lehet hazavinni könyveket, lehet hallgatni tovább hiteles előadásokat, ezt tovább kell folytatni, és még hogyha akarok gyorsítani, akkor lehet enni megszentelt ételt. Megint Bhagavad Gita-ból olvashatunk, az az ember, aki szentelt, megszentelt ételt eszik, annak tisztul a léte. Amikor tisztul a léte, akkor tisztul a memória. Amikor tiszta a memória,
akkor tisztább lesz intelligencia. És intelligencia, mikor tiszta, akkor jön ez a kapacitás feleszmélni, megérteni a saját lelki természetét. Ezért fontos a táplálkozás, ezért ma lesz egy fontos. Ugye nem csak vegán, hanem megszentelt ételt. Jó, tudtam? Akkor én is maradok. Szóval hallani. Ezek konkrétan. Mindjárt még egy kicsit kiegészítjünk a végkövetkeztetéssel. Még egyszer. Akkor megbeszéltünk, hogy vannak a törvények, hogy ahhoz, hogy ember csak fogja rájönni, mi a küldetése, mi a sorsom, mi a dolgom, az nehéz, tudás nélkül. Mert mutatom a ciklikus törvény például, hogy ezek az ismétlések azért történnek velünk, újra és újra ugyanabban a helyzetbe kerülünk, hogy tanuljunk belőle, hogy nem hogy azért kényelmetlen helyzetbe kerültem, mert rossz, nem úgy csináltam, ahogy kellene. Akkor meg kell tanulni, hogyan máshogyan csinálják, hogy ne kerüljek még egyszer ebbe a helyzetbe, de honnan erről fogok tudni? A védákból. A védákból nem csak ezt megtudhatom, hanem megtudhatom, mi a természetem, mi az élet értelmem, és hogy én lélek vagyok. És végül, miután beszéltünk a védáknak egy pár példát, hogy ajurvéda, hogy lássunk, egyszer lehet, hogy megcsinálom egy ilyen előadás, ahol csak megmutatom mindenféle védák dolgokat. Hát ebbe az évben készülök egy ilyen előadásról, az agyról. A tudósok kutatása, és az, ami már millők év ezelőtt le van írva. Év végére készülök egy ilyen előadásról, most ezt megnézünk, egyszer tartok. De lényeg, miután értsünk, hogy védák tényleg tudnak valamit, hogy ez hiteles, akkor onnan lehet hasznos tudást kapni. És akkor megbeszéltünk ezeket, és akkor a védkövetkeztetésnél. Ahhoz, hogy én megváltoztassam az életet, megtaláljam, mi a sorsom, mi a küldetése, mi dolgom ebbe a világba, az nem fog történni egyik pillanatról másikra. Ez csak Tesco-ban van. Az életben így nem működnek a dolgok. Életben kell türelmes lenni. Mert sokszor jönnek hozzá az ember, figyelj, mondjál valami mantrát, valami, ami gyorsan sokat, és mindjárt most egy perc múlva már a holdon legyek. Nincs. Ez csalás. Ha mondok, akkor csaló vagyok. Mert ki a kertészetek, ők tudják, amikor én elültetem a almát, magot, akkor nem lehet úgy csinálni, hogy leültettem, hopp, hopp, hol a fa? Ilyen nincs. Nem? Tudjuk, hogy van folyamat, ennek a magnak csirázni kell, utána a fa fog kinőni, a fa érett kell, hogy legyen a fa, csak akkor gyümölcsöt, utána még a gyümölcs is legyen érett. Szóval ez folyamat. Nekünk is a tudatnak, mivel a mi tudatunk nagyon bele van bonyolódva ebbe a labirintusba, és hiány van a igazi tiszta tudásnak, szennyes a tudatunk, ennek kell egy folyamat. Azért legyünk türelmesek, nem kell gondolni mindjárt, egy perc alatt, mindjárt hazajövök, internet, minden. Ugyanúgy, mint a nekünk volt egy osztálytársam, hát mi jártunk, kicsit tornáztunk, ilyen súlyokat ide, jobbra, balra, kondi terem, és egy osztálytársam sose járt, és egyik nap nem jön iskolába, és kérdező, hol van? Hát beviti kórházba. Miért? Hát mi akart lenni Schwarzenegger egy edzés alatt. Benyomta mindenféle szteroidokat, meg mindenféle, és akkor addig ment, ameddig majdnem leállt a pulzusa. Ilyen nem lehet, hát annak is van folyamata. Szóval legyünk türelmesek, egyik. Ne csapjunk be magunkat. Legyünk türelmesek. Akkor minden többet halljunk, és olvasunk a védikus írásokat. Ez egy biztos út. Ez fog működni. Ha nem is értjünk, nem vagy dolgozik. Ez a tudás megint, hogyha hiteles, az tisztítja a tudat, az dolgozik rajtunk. A másik következő fontos. Minél többet lehet társulni azokkal, akik már gyakorlatba helyezték. Mert ezek a személyek, ők is tudnak adni nekünk erőt. Mert ők
mivel tudatuk tisztul, mivel ők gyakorolnak, nekik van egy sugárzásuk, van egy sakti, úgy mondják, erő. És ők tudnak nekünk gyorsítani, természetes gyorsítást adni a mi fejlődésben. És mindjárt fogunk énekelni Hare Krishnát, mert ez az alapja, mert hogyha valaki énekel Hare Krishna mantrát, vannak olyan gyakorlatok, olyan kategória, erős, védikus gyakorlatok, ami függetlenül attól tudom, vagy nem tudom, akkor is hatása lesz. És a Hare Krishna mantra, ez így működik, hogyha valaki énekel a mantrát, tud valami róla, nem tud valami, ez nem számít, hatása meg lesz, mint a tűzről. Tűz ugyanez a kategória, mint a mantra. Hiszek, vagy nem hiszek, tudom, vagy nem tudom, hogyha bele rakom kezemet a tűzbe, akkor lehűl. Felhűl. Igen. Szóval tűz ugyanúgy működik. És a mantra ugyanolyan függetlenül, mindentől függetlenül fog működni. Ezért mantrát is javasolnunk. Sőt, hogyha valaki mantrázik, mielőtt hallja, vagy olvassa, vagy társol, sokkal tisztább tudat lesz, és sokkal jobban, mélyebben tud érteni. Igen, igen. Aztán ez is egy tudomány, nem megyünk bele most a mantra tudományba. Ennyi volt. Vannak kérdések? Ez normális, hogyha nincs kérdés. Megy az ezért is. Nem csodálkozunk. Általában így kell történjen. Néha vannak kérdések, de nem probléma. Ó, ott van egy kérdés. Igen. Jó hangosan. Az mit jelent, hogy az intelligencián pisztolni fog, akkor mi lesz? Ha, nagyon jó. Nagyon jó. Jó. Hogyha intelligencián pisztol, az azt jelenti, hogy egyik, hogy én kezdek látni a világot, a helyzeteket, az én helyzetemet úgy, ahogy van. Mert mi most prizma keresztül látjunk. Érzelmek prizma keresztül intelligencia be van szennyeződve. Hogyha tiszta intelligencia, akkor én pontosan tudom. Most ez a helyzet, ez történt, ezt kell csinálnom. Tiszta intelligenciában ember mindig tudja, mit kell csinálnom. Hogy kell viselkedni most, hogy kell reagálni most. Ez az egyik. A másik, hogy kapja tiszta intelligenciával, ember tud következő lelki szintre lépni. A szennyes intelligenciával nem lehet. Csak tisztelő intelligenciával. Mert a szennyes intelligencia az a korlátozott intelligencia. A lelki dolgok korlátlanak. És ezért én nem tudom ilyen korlátozott dologgal megérteni valami, ami korlátokon kívül van. Tiszta intelligencia az a képesítés kilépni korlátokon kívül. Mondom egy jó kis végére sztorit. Volt egy kútba egy béka. Ott lakott, nagyon boldog volt. Fú, az egész kút az enyém. Fú, élvezek, ez az enyém, én kontrollálok a kutat. Egyszer csak beesett az égből egy béka oda, még egy bum, és akkor mondja, ez az én kutam. Azt mondja, hát miért te kut? Hát ez semmi. Miért? Miért gondolsz? Ez az én birodalom. Hát figyelj, én látom óceánt. Hát te kut. Óceánt láttam. Óceánt láttál? Mi ez az óceán? Ó, hát óceán ez mikor nagyon sok-sok víz, sokkal több, mint a te kutodba. Igen, mennyi? Olyan, mint a két kut? Nem, azért annál sokkal nagyobb. Három kút? Vagy négy kút? Azt értjünk? Ez a béka korlátozott volt kutukkal, és kutakkal lehet mérni az óceánt? Nem. Ki kell lépni ebből a paradigmádból, mondhatjuk így. Ezért tiszta, szennyes intelligencia az, amikor nem tud kilépni. Nem tud érteni, hogy azért kaptam problémát, mert karma. Ember, aki ezt nem érti, az azt jelenti, szennyes az intelligencia. A tiszta intelligencia tudja, azért szenvedek, azért beteg vagyok, azért így születtem, mert ez a karmám. Na, ez tiszta intelligencia. És ez még mindig nem a legtisztább. Még mindig lehet menni tovább. Válaszoltam kérdésre, mit jelent tiszta intelligencia? Jó, de nem értem, hogy utána mit jelent, hogy még magasabbra lépek. Nagyon jó, nagyon jó.
nem baj, nem értjünk. Mert mikor én első osztályban tanultam, én nem értettem az algebrát. És mondták, ne siess, majd oda, amikor jössz, akkor megértesz. Szóval nekünk nem kell most mindent megérteni. Értsük meg a következő lépést, az már siker. Szóval mindig következő lépés. Nem kell oda. Algebra, geometria, én még első osztályban nem tanultam se. Szóval fokozatosan, igen. Jó? Nem baj, nem értjük. Én is sok mindent nem értem. De majd ott leszek, akkor megértem. Igen? Igen? Az intelligencia tisztulás, az abban is megvárul, mondjuk valakik az összefüggéseket? Igen, így van, nagyon jó. Látjuk is, hogy megértek egyre szélesebben, nem? Így van, igen. Függetlenül az érzelmektől. Mert valamikor érzelmileg valakit gondoljuk a hibás, vagy valaki miatt szenvedjünk, de intelligens ember tudja mögötte nézni, szélesebb, így van, úgy, ahogy van. Igen, ez az. Igen, intelligencia, ami felemeli minket érzelmek fölött. És akkor józanon tudjuk értékelni, mi történik, és azért tudjuk, mit kell tennem. Igen, ez a tiszta intelligencia. Hoztam nektek, ha bár volt új év, remélem nem fognak minket megbüntetni, hogy most tűzjátékot nektek csinálom. Köszönöm szépen, kedves figyelmet, hogy annyira türelmesen. Ez egy nagy áldozat volt, most kibírták nem tudom hány napot. Köszönöm szépen, viszont a szóltatok kedves barátomnak.